Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáiban pedig megostoroznak titeket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, és a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ez az evangélium igé. Krisztusban szeretett testvéreim! Az elmúlt hónapban halt meg Robert Spemann, tőle sokat tanultam, talán korunk egyik legnagyobb konzervatív gondolkodója 91 éves korában. Hívő német családból van született, édesapja, miután a feleség, az ő édesanyja meghalt, pappá szenteltette magát. Spemann részt vett a legutóbbi nagy egyházi, hittani, erkölcsi kérdések vitájában, és az biztos, hogy a legnagyobb gondolkozó között lehet, de az, hogy konzervatíve, azon el kell gondolkodni. Mert ha valaki valóban gondolkodik, akkor se nem konzervatív, se nem liberális. Azok kategorizálják így, akik nem állnak azon a gondolkodási szinten. Hát egy világi vigasztalás, amikor azt mondják, hogy Balázs vagy a konzervatív, biztos vagyok, hogy nem értették meg, mit mondtam. Az apostolok cselekedetében előtt táruló kivégzésben, Szent István vértanúságán gondolkodni, mert ez Isten szava, amit felolvastunk, Isten szaván gondolkodni, azt jelenti, hogy bizonyos kategóriák fölé emelkedünk. Ez a vasárnap. Ez már maga gyógyít. A Szentírásról akkor gondolkodunk, ha a konzervatív és liberális kategóriák fölött magát az igazságot úgy keressük, hogy képesek vagyunk ahhoz úgy megtérni, hogy a bűneinkkel szakítunk. Ha valaki konzervatívként gondolkodik az evangéliumról, de nem indul be az akarata, hogy aszerint alakítsa az életét, hanem csak vitázik, akkor gondolataiban is van valami, ami nem helyes. Bezárja az emberi élet és gondolkodás kategóriájába azt, amit fölötte áll. És István kegyelem és erő emelte föl ezen kategóriák felé. Mert a teológia, a hittan, praktikus tudomány végsősorban arra való, hogy üdvözüljek. Hoztam már ezt a hasonlatot párszor, hogy amikor a Titanicból kiestek az emberek a jeges óceánba, és tudták, hogy meg fogunk halni,
De csónakokba egyeseket meg tudtak menteni, kinek jutott az eszébe az, hogy tessék mondani, hányan fogunk üdvözülni. Tehát ez a kérdés, hogy hányan fogunk üdvözülni, ez butaság. Mert abban a szituációban, ahol megmenekülni akarunk, ott ez nem kérdés. Így kell készülni a prédikációra, és így kell hazamenni. Most nem térek ki arra részletesen, hogy ez pusztán emberi szinten is így van. Amikor valaki, tehát konzervatívnak neveznek, mert emberi értékeket véd, például a családot. Igen, de miközben ő a családról szépeket mond, és közben otthon veszekszik, vagy szeretőt tart, hát akkor nem gondolkodó. Mert ezek olyan értékek, a család, amelyért az életünket oda kell adni. Ha pedig szakít a szeretőivel, akkor a világ legnagyobb újítója. Pusztán humánus szinten is az a liberális gondolkodó, aki nem pusztán liberális, vagyis érzékeny a változtatásokra, hanem valóban gondolkodó, akkor el is kötelezi magát arra, amire a gondolkodásával jutott. Például, ha eddig a családról úgy gondolta, hogy nem csak egy férfi és egy nő a család alapja, akkor elgondolkodik, valóban gondolkodik, nem európai korrekt politikai beszédet folytat, még ha kirúgják az egyetemi katedráról akkor is, akkor nem liberális, hanem konzervatív, de nem is konzervatív, hanem értékeket újra értékelő. Az a benyomásom, sőt biztos vagyok benne, hogy Szent István diákonus hatalmas beszédében, melyet mondott, a különböző zsinagógákból összegyűlt zsidók előtt liberális gondolkodónak tűnt az érvei. A konzervatív zsidó hallgatóság viszont nem gondolkodóként hallgatta Istvánt, hanem csak konzervatívként. És ezért Istvánt nem is gondolkodónak tartották, hanem liberálisnak. Ennek egészen bizonyos jelei, ha egy konzervatív, egy liberálist nem gondolkodóként, hanem konzervatívként hallgat, illetve fordítva, mi a jele annak, hogy nem a gondolkodását építi bele a saját gondolkodásába, biztos jele van ám annak, nem az értelmük működik hallgatás közben, hanem az érzelmeik. Miközben Istvánt hallgatták, haragra gyulladtak, és fogukat vicsorgatták ellene. A harag elszabadult vizei által működtetett üres örlőfogak vicsorgatása nem az értelem működésének a jele. Ezzel szemben István nem vicsorgott vissza. Ma sokszor két kórusra találunk, két fog vicsorgató, csikorgató kórusra, még az egyházban is. István kegyelemmel és Szentlélek erejével volt elterve. Hát akkor ő se volt szabad. Tehát a Szentlélek irányította? A kegyelem irányította? A hit irányította? Nem volt szabad gondolkodó? Hát olyan értelemben, hogy most mondják, hogy szabad gondolkodó, úgy nem. A szabad gondolkodó kifejezés nyelvi torz szülött. Mert ha igazán gondolkodó, akkor szabad. Ha valóban szabad, akkor gondolkodó. A szabad gondolkodás inkább rabságot jelent. Például az, hogy az abortuszból nem enged. Na most ez vége. És akkor erről kezd akadémiai szinten beszélni, meg hozza a biológiai érveit. Hát meg van kötözve. Hát rab. Mi az, hogy szabad gondolkodó? Egy szabad gondolkodó az, aki életét is adja
azért, amire rájött. Az úgynevezett szabad gondolkodó meg van kötözve bűneitől, amelyekből szabadulni nem akar, amelyeket igazolni akar, és azzal igazolja a tisztparancsolatot börtönnek tünteti föl, a bűnös életet pedig rendkívüli szép és szabad életnek. Hát persze ez nem így van. Tehát az az igazi szabad gondolkodó, aki úgy gondolkodik, hogy nem kell gondolkodását szabadnak minősíteni, mert az igazságot keresi. És azt mondja Krisztus, az igazság szabaddá tesz titeket. Nem életvitelét akarja igazolni gondolkodásával, hanem gondolkodásához, amire rájött, ahhoz irányítja életvitelét, minden vasárnap ezért harcolunk, magammal is. Hogy amire ráébredtünk, Krisztus, amit nekünk mondott, ahhoz igazítjuk az életünket. Így hát a vértanúk az igazán szabadok, mert nem önmaguktól vannak megragadva, hanem a végső igazságtól, amelyet kerestek, és amelyet megtaláltak. Ezért testvérek, Szókratész szabad gondolkodó volt? Nem. Gondolkodó volt, mert szabad volt. Ha István kegyelemmel és szentileg elterve gondolkodott és beszélt, ez nem azt jelenti, hogy a kegyelem és a szentlélek megkötöz. A keresztény hit nem szemellenző, az kinyit. Nem kötözi meg a gondolkodás, felszabadít. És hogy miről volt itt szó, hát a tegnapi beszédemet kéne újra elmondani, az viszont most már sok lenne. Végül is a templomról volt szó. A régi zsidó hitben és István számára is ott van a jeruzsálemi templom. Ott van a főpapság, és ott vannak az állatáldozatok. István viszont, aki keresztény lett, úgy érvelt, a templom az átmeneti. Meg az Ószövetség, Isten megengedte. Egy bizonyos funkciót betöltött. Valamire készültek, de Krisztusban már nincs értelme. Ez úgy tűnt, mint értékromboló liberális gondolat. Ellenfelei védték a templomot, konzervatívnak tűntek, bár miattuk szűnt meg történeti szempontból a templom. Annyira konzervatívak voltak, hogy újra és újra nekimentek a rómaiaknak, a messiás politikai értelembe értelmezték, tehát a Szentföldet meg kell tisztítani az ideiglenesen ott állomázó szovjet csapatoktól, akkor jön el az Isten ország, ugye rómaiakat ki kell innen, és neki mentek a rómaiaknak. És mi lett? Titus fölégette a templomot és a várost. 18 kilométerrel a fákat, a növényeket is besózták, és oda zsidó többet nem mehetett be. Csak a keresztény császárok engedték be a zsidókat, előbb husvétkor, később majd mindig. Tehát, akik védték a templomot görcsösen, azok szüntették meg. István pedig, aki azt mondta, hogy Jézus az igazi templom. Mert a templomnak az a lényege, hogy valahogy Istennel találkozunk benne. De azt mondja István, kőfalakban nem lakik az Isten. Az Isten megjelent a názáreti Jézusba, kértünk, meghalt és föltámadt. Jézus maga a két lábon járó templom. És érdekes, sok-sok zsidó elfogadta. Pünköskor 3000 megkeresztelkedtek, köztük nagyon sok zsidó pap is. Igen, a hallgatóság a farizeusok és a főpapok köreiből kerültek ki. Konzervatívak voltak, de nem gondolkodtak. Nem gondolkodtak a lélek hatására, és a proféták jövendőléseit elmázolták az evilági elvárásaik és politikai nézeteik alapján. És így ők lettek a templom elvesztői, mert a rómaiaknak
a római oroszlánnak addig piszkálták a bajszát, amíg nekük ugrott. István viszont és a keresztények, a zsidókból lett keresztények, megtisztulva Jézusban látták meg, hogy ami csak jövendelés volt, hogy velünk az Isten, az most tény lett. Tehát nem a konzervatívan gondolkodó, hanem a kegyelemben és szentlélekben élő István őrizte meg a templomot nekünk, mindenkinek, Jézusban. Testvérek, nagyon nagy dolgok ezek. Ha Jézust kihagyom a gondolkodásomba, akkor elvesztek sok mindent. István kereszténysége liberális zsidóságnak látszott a szemükbe, de a mélyében nem az volt. István kereszténysége mentette meg az őskonzervatívok által lerombolt jeruzsálemi templomot Jézus Krisztusban. Egy egészen kiváló előadó művész vallott magáról, talán a 70-es években történt, akkor 40 éves volt, zsidó származású és ateista. Egy nagyszerű igehirdető és gondolkodó katolikus pappal találkozott, fölragyogott neki Krisztus dicsősége, megkeresztelkedett. Azelőtt semmit se tudott a zsidó hitről, nem is érdekelte. És ezt mondta nekem, amikor megkeresztelkedtem, én akkor lettem zsidóvá. Beteljesülve kapta meg. Az Úr Jézus megjövendelte a templom lerombolását, pedig megsiratta. De tudta, hogy ezek leromboltatják. És az volt a vád ellene, hogy a templom ellen beszélt. Azt mondta, roncsátok le ezt a templomot, és harmadnapra felépítem azt. És megértették, hogy saját testének templomára gondolt. Mert ott valóban Isten van. Ő a második isteni személy. Ez kiderült a föltámadásába. Kivonszolták Istent a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruháikat. Ugye ismeritek ezt a Sault? Őt is fűtötte a harag. Ő is fogvicsorgatva, csikorgatva hallgatta Istvánt. Tehát inkább konzervatív volt, mint gondolkodó. Ezt írja róla Szent Lukács. Saul pedig még mindig dühtől lélegezve, Saul, halállal fenyegette az Úr tanítványait, és a főpapoktól kapott engedélyt, hogy összeszedi őket Damaszkuszba, és elítélik őket, mint István. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy Saul nem volt nagy gondolkodó zsidóként is, az volt. De most dühtől lihegő, halállal fenyegető emberré vált. Vagyis nem a gondolatok vezették, de íme a kegyelem és az erő. A Szentlélek rátalálta a damaszkuszi úton. A Szentlélekben föltámasztott názareti Jézus dicsőséges testében dél idején megjelent. Leesett a lóról pár, nagy lovon ült. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, felelte, akit te üldözöl. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Kelj föl, menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned. És ott megmondták, mit kell tenni. Hinni a názáreti Jézusban. Elfogadni, hogy beteljesítette a templomot. Beteljesítette az áldozatokat. A kereszten értünk feláldozta önmagát egyszer s mindenkorra. Ekkor felszabadulva kezdett gondolkodni, se nem konzervatívként, se nem liberálisként, Saul, hanem megtérve az Úrhoz, minden prófétai jövendelést Jézusban látott felragyogni, és a zsidókhoz írt levelet azt ő írta, bár néha
kutatók elvitatják, de ezt ő írta. Miért? Éppen a zsidókhoz írt levélben arról van szó. A kereszténység templom nélküli vallás, papság nélküli vallás, áldozat nélküli vallás, az első keresztényeknek nem volt templom, házanként volt a mise. És a názáreti Jézus nem volt zsidó pap. Még kevésbé pogány pap. És a kereszt áldozat az nem volt áldozat, hanem az a legbűnösebb profanizálás volt, egy gyilkosság volt. A Golgota az nem szent hely a zsidók szerint, a kivégzés és a vér fröccsentésének a helye tisztátalan hely. És elkezdett gondolkodni Pál, micsoda? Hát mit akartak a jeruzsálemi templomban? Azt, hogy levágják a bárányt, a meleg vérét, tehát a még élő vért, ráfröccsentik az oltárra, tehát bemennek Istenhez. Igazából úgy tudna bemenni az Istenhez, öngyilkos lenne az ember, de az meg bűn. Ezért fogja a bárányt, leöli, és a vérét ráfröccsenti az Istenre, az Isten helyére, és akkor kihozza az áldást. Na de hát ez sose valósult meg. Minden évben újra kellett az évi bűnökért engesztelő áldozatot bemutatni. Azt mondja Pál, miért? Mert senki se tud az Istenhez bemenni. Hol van az Isten? Hogy képzeled? Ez egy vallási megalománia. Jézus mondja, hogy Istenhez senki sem juthat, ha Isten nem akarja. És akkor azt mondja Pál, de hát Jézus, a második isteni személy, aki az atyával egylényegű, és Mária népe testet öltött. Tehát nem, hogy nem pap, hanem ő az egyetlen, aki Istent és az embert összeköti. Én vagyok az út. Egyetlen vallás alapító se tud elvezetni Istenhez. Miért? Mert nincs az Istennél. Az Isten nem a padláson van, hogy fölteszek egy meditációs létrát, és fölmegyek, és akkor megvilágosult vagyok, ilyen nincs. Csak az vezethet Istenhez, aki út, az lehet út az Istenhez, aki maga az élet, vagyis maga is Isten. Az Isten szent háromságos életéből jött hozzánk. És a kivégzése? Hát azt mondta, hogy ez az én vérem, mert értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Hát ez az egyetlen áldozat. És akkor ő főpap. És nem az az áldozat, hogy kivégezték az bűn, hanem hogy mi belülről tett. Ez van a misében. Itt is áldozat, mert felajánlja magát, értünk. Igen, testvérek, Pál lett a valódi konzervatív, mert Jézus Krisztusban felszabadulva meglátta, hogy Jézus mindaz beteljesítette, amit a proféták jövendőltek, amit a régi templom, az áldozat és a főpapság jelentett. És milyen érdekes, a zsidókból megtért keresztények között soha nem volt kérdés, a legnagyobb kérdés, hogy mi van a templommal. Elfelejtette Jézus beteljesíteni? Mi van a főpapsága, hiszen már nincs főpapa a zsidóságnak? Miért nincsenek proféták a zsidóknak 2000 év óta? Ezek sose voltak kérdések. Mert tudták, hogy ez Jézusban megvalósult. Ő a templom, ő a főpap, ő a bűnért való áldozat, aki egyszer s mindenkorra bocsánatot szerzett nekünk. Ugyanakkor rengeteg kérdésben vitatkoztak. Be kellett tartani a régi zsidó tisztulási ritusokat. Szabad-e vértenni a zsidónak? Aztán a bálványoknak áldozott, piacol, hazahozott hús, szabad-e megennünk? Rengeteg vita volt, de lényegen nem vitatkoztak. Ez a zsidóság hatalmas szolgálata, akik keresztényé lettek. Ezt egy pogány nem értette volna meg. Most lehet kivinni a pogányokhoz, a magyarokhoz, meg a többiekhez, és elmondani, hogy Krisztus az élő Isten fia, ami templomunk, és mi az ő titokzatos teste vagyunk, és Isten az ő életét adta értünk. Van bűnbocsánat,
Mert Jézus egyszer s mindenkorra feláldozta magát. Kedves testvérek, Robert Spémannal kezdtem, egyik megállapításával fejezem be. Visszatérve Szent István vértanú megdöbbentő szavaihoz, térdre esve, hangosan fölkiáltott, miközben hullottak rá a követ, Uram, ne rótd föl nekik bűnül, amint ezt kimondta, halálba szenvedül. Robert Spémann azt mondja, és ezt most nagyon figyeljük meg. Aki megbocsát, lényegében ezt mondja. Megengedem neked, hogy más legyél, mint az, aki akkor voltál, amikor megbántottál. Húha! Még egyszer, aki megbocsát, és meg kell bocsátanunk, akkor nem vagyunk keresztények, ha nem bocsátunk meg. Aki megbocsát, lényegében ezt mondja, megengedem neked, hogy más legyél, mint az, aki akkor voltál, amikor megbántottál. Szent István utolsó szavai Saulba beteljesedtek, ezért örvend ma az égben a meggyilkolt és a gyilkos is, akik mindketten Krisztusban az evilági kategóriák börtönéből kiszabadulva, se nem konzervatívként, se nem liberálisként, hanem Jézus Krisztushoz térvén, a kegyelembe felszabadult értelem józan mámorában, most velük együtt ünnepelnek itt a közös asztalnál is velünk énekli, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Amen. Most az Úrhoz fordulván könyörögjünk, békességben az Úrhoz. Oh, my God.